banán és saj. Lurkók, találjátok ki, ki jön az óviba. Még ma? A télapó! Nem, még jobb. Egy temetés rendező? Miért jönne egy temetésre? A gyermekvédők. Mi? Nem. Csak nem olyan fura kopasz macska, ami így szól. Hagyd abba! Ma ellátogat hozzánk a híres éneklő duó Banán és Sajt! Szuper! Igen, ki kér Banán és Sajt sapkát? Én ez a Ricsaj, van, aki éppen szunyálni szeretne. Jaj, ne! Ez a klassz! Na! Miért van rajtatok Banán és Sajt kalap? Lesz egy műsorunk itt. Még ma, még ma, még ma, még ma, még ma, még ma, még ma. Na hát, úgy látszik, nagy rajongójuk. Ki akarja megnézni Banán és Sajt legújabb videóját? Ó, pallóban nézd meg, kebe is félszeg, minden csontja téged nyom. Vanillába, harap a tojásba, főleg, hogyha békönnel adom. Ki kell kijutnom innen a felébe? A filmekben ez mindig bevált. Gyerünk szél, repíts el a rémálomból! Én filmek, össze semmit. Ajaj, ez csúnya lesz. Most az égből hullottál le? Igen. Nem hiszem el, mindjárt itt vannak a világ legnyálasabb gyerek énekesei. Dalolnak a zöldségről, a kutyákról. Bleh! Ti ketten relatíve normálisak vagytok, hogy bírjátok ki? Mint ahogy a legtöbb csalódásomat. Csak lenyomom jó mélyre. Elképzelem őket alsóban, ami undorít. Én szeretek undorodni. Hát én nem lehetek itt, de nem találok menekülési utat. Akkor talán ne hagyd, hogy ide jussanak. Nem jutok ki, de talán vissza tudom őket tartani, igen. Ben, megölelnélek! Hidd el, az nagyon-nagyon fájna. Akkor nem, vettem. Kelleni fog egy terv. Énekelnek egy pár dalt, Duncan. Biztos, hogy túléljük. Ja, csak játszd el, hogy egy rémálom, amit valamiért nem élvezel. Senki sem élvezi a rémálmát, és ti ketten talán túlélitek, de én nem. Ti nem értitek. Mit nem értünk? Semmit. Nincs is mit megérteni. Vicces, mi? Bum! Amit nem érthetnek, hogy Banán és Sajt az én... Ők az én... Banán és Sajt a szüleim! Oké, tessék, kimondtam. Hogyha a többiek megtudják, akkor mind a barátaim akarnak majd lenni. Átjönnek majd hozzám. Ott alszanak. Megeszik a műzlimet. Soha. Ebből biztos nem lesz koncert. Tudom, hogy akadályozzuk meg. Gyertek! Hú, nagyon nem bírja a Banán és Sajtot. Hallottad már őket? Olyan, mint a palackozott szivárvány, amit megisznak, és a színpadra rókáznak. Aha, már hallottam. Senki sem érdemel ilyen erőltetett örömöt. Csak csalódást okoz később az életben. Tény. Ben, biztos, hogy ki tudod csalogatni séfet? Ne aggódj, bízd csak rám. Most lépjetek le, ezt nem kéne látnotok. Holnap utálni fogom magamat. Ó, séf! Igen, Gwen, mit tehetek érte? Ah, mit műveltél? Vödörbe szorultam. Oké, lássuk csak. Talán majd... nem. Hangtorzító csövet. Próba, nem. Próba, sép, sép vagyok. Hú, tényleg működik? Töké, kezdhetjük. Hello, itt Sajt beszél. Hello, itt Sép, a nagy óvó bácsi. Jó ötlet. Sajnos le kell mondanunk a mai koncertjüket. Jaj, ne! Miért? Miért? Talán
Találj már ki valamit! Mivel a csoportban kitört a bárányhimlő, bizony, mint fertőző. Ó, csak ennyi? Barán és én már túlestünk rajta. Eljövünk! Már mit több tehénhimlő? Megvolt! Sertésvész? Beoltva! Hódkorság? Immunitás? Nos, akkor majd jönnek! Kudarc. Te, mi bajod van? Csak egy gagyi banda. Hogy mi bajom? Semmi bajom. Mi bajom? Ó, semmi baj, nincs egyáltalán. Skaca, na! Az A-terv nem vált be, de attól még nem adjuk fel. Mi jön az A után? B. Az A-t a B követi. Hogy nem tudod? Ha! Kit érdekel az ABZ? Új ötletem van. Úgy érted, ABC? Nem mindegy. Na ez a terv. Szóval csak vissza kell őket tartanunk délután 4. Így. Visszatartani egy dinoszaurusszal? Persze nem egy igazi dinóval, hisz még egy se lett betanítva. Vágod? Csak addig tartsuk fel őket, amíg nem jönnek értünk. Van egy ötletem, de megint kell lenni fog az iroda. Miért érzem úgy, hogy megint meg kell aláznom magamat? Nagyszerű. Séf! Hogy csinálod ezt? Bekötöttem a kocsijukat egy GPS követőbe. Nézd, azok ott ők! Klassz! Hé, be tudsz törni a városjelző lámpa rendszerét? Ha, gyerekjáték! Akkor jöjjön a veres hullám! Azt mondtam, hogy lassítsd le! Próbálom, de túl gyorsak! Ha betörnék a... Halló, rendőrség? Mit művelsz? Jelentenék egy lopott banánkocsit. Hogy néz ki? Oké, egy autó, ami banán alakú. Jogosítvány forgalmit. Mondtam, hogy ne hajts át a piroson! Önök a banán és sajt? Igen, biztos úr, mi vagyunk. Épp egy koncertre megyünk. Attól tartok, ez nagy bírság lesz. Maguk annyira szuperek! Aláírnák ezt? A gyerekeim imádják önöket! Hát ez nagyszerű, köszönjük! És nem késnek el, míg én itt vagyok. Utána! Hát ez visszafelé sült el. Rendőri kíséretük lett. Még nincs vége. Talán ide jutnak, de nem jutnak be. Ezen nem jutnak át. Futás! Gyerekek! Sok szirénába és szabályba került, de ide jutottunk! Most jöjjön banán és sajt! Ez biztos csak valami vicc! Köszönöm, hogy eljöttek! Nem bírom a zenéjüket, de amíg itt vannak, nincs gondom velük! Ami jó! Egy meglepetéssel érkeztünk! Elénekeljük nektek az új dalunkat! Ne, Léci! Csak az új dalt ne! Ezt a dalt olyas valakinek írtuk, aki nagyon fontos a számunkra! És természetesen nektek is! Ő megtölti a pelusát, de nem lett senki sem mérges rád! Ő egy cseppnyi kaksi srác, hogy ő ki tudod is! Állj le! Nem halljuk a dalt! Bocsi, de nem megy. Túlságosan izgulok miattuk. Én... Megcsikizem a kislábát, zöld haj, négi csinoskát. Itt is van ő, bátran mond, hisz ő csak egy lehet. Sikerült! Tényleg sikerült! Ideje indulni, kicsim. Fogd a zsákod, a kocsiban várunk. Kicsim? Ők a szüleid. Beltek hozzád, ott eludhatunk. Milyen műzlit szeretsz? Zavarna, ha fognám a kezed. Betakarhat ma este a mamád? Anya, apa, gyorsan, indítsátok a banánt! Menjünk! Jurko, gyertek vissza!